Köszöntöm jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk. 4 képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Tótné Szakasi Csanitát. Aki elfogadja, kérem kézemeléssel jelezze. 4 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Nagyajtai Mihályt. Előző ülésünkön Modog Zoltán volt. Aki elfogadja, kérem kézemeléssel jelezze. 4 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. És hát itt a napirendi pontok vonatkozásában a Bócsai polgármestertől, Szőke Tóth Mihálytól érkezett 3 napirendi pontjavaslat, amit hát próbáltunk így betenni az elejére, de mivel ő még nem érkezett meg, ezért akkor az egyébek napirendi pont elé tennénk őket. Aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendi pontokat, akkor kérem kézemeléssel jelezze. 4 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Rátérnék az első napirendi pontra. Ez a beszámoló a 2 ülés között végzett munkáról. Szeptember 19-én 9 órától fogadtuk az OTP mobilbankárát, aki az önkormányzati dolgozókat tájékoztatta a náluk elérhető lehetőségekről. Szeptember 20-án 8 órától a segítőkezek tázári munkatársaival megbeszélést tartottunk. Ezen a napon 15 órától szociális bizottsági ülésen is részt vettem. 21-én 7:30-kor fogadtuk a gajbálázót, amit a külterületi utak pályázat keretében vásárolhattunk meg. A gajbálázót a vállalkozó szállította le, és mutatta be működését. Ezt követően 10 órára Kiskunhalasra utaztam, a Városháza dísztermébe, ahol Pogácsás Tibor önkormányzatokért felelős államtitkár sajtótájékoztatóján, valamint polgármesterek részére tartott tájékoztatóján vettem részt. Szeptember 24-én 7:30-tól önkormányzati dolgozók részére értekezletet tartottam. 25-én Kecskeméten a Digitális Jólét Program mentorképzésen vettem részt, amit egy pályázat keretében kellett vállalnunk. Ezen a napon 17 órától kerékpárút projektünkkel kapcsolatos fórumot tartottunk a földtulajdonosoknak, akiknek az ingatlanát, földjét érinti a tervezett kerékpárút nyomvonala. Ezen a héten a Bócsa felé vezető mezőgazdasági útunk nyomvonalán a patka megerősítését végeztük az egyik oldalon. Szeptember 26-án munkaidő után az egyik önkormányzati dolgozónkhoz mentünk babalátogatásra, ezt követően pedig Kiskunhalasra utaztam, ahol országgyűlési képviselőnkkel egyeztettem a pályázataink megvalósításának a lehetőségéről, illetve a Soltvadkert Kiskunhalasa közötti útszakasz megújításának az ütemezéséről. 27-én Kiskörösre mentem a kistérségi társulás ülésére, majd ezt követően a kistérségi társulás ivóvízminőségjavító ülésén vettem részt. 28-án fogadtam a villanyszerelőt, aki a napelem beüzemelésében segített, melyet az egészségház korszerűsítése pályázat keretében építettünk ki. Szeptember 29-én szombaton Újkígyóson jártunk, ahol a települési értéktárunk és a közmunkaprogramunk eredményeit mutattuk be. Október 1-én összdolgozói értekezlet keretében beszéltük meg 7:45-től a hónap feladatait. Október 2-án 3:30-kor rendkívüli testületi ülés keretében döntöttünk pályázatokkal kapcsolatosan beérkezett ajánlatok elbírálásáról, illetve a vízi közmű fejlesztési tervről. Október 3-án Kiskunhalasra utaztam 8 órára, ahol az ügyvéddel, a földhivatal munkatársával a kerékpárút föld szerzésével kapcsolatos költségeket pontosítottuk. Október 4-én 9:30-tól babalátogatáson vettem részt szociális ügyintézőnkkel, majd 10:30-tól gazdálkodási vezetőnkkel a hátralévő gazdálkodási eseményeket egyeztettük, beszéltük át. Délután 13 órától pedig a segítőkezek tázlári munkatársaival pontosítottuk a hét feladatait. 5-én pénteken sátorállítással, székekkel és asztalok biztosításával a születi felvonulás szervezőinek a munkáját segítettük.
Október 9-én és 10-én DJP mentorképzésen vettem részt Kecskeméten. Október 10-én 8:30-kor fogadtam a közút képviselőjét, akivel a tázári kereszteződés biztonságosabbá tételével kapcsolatos ötleteket beszéltük át. 9 órától a tázári csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos lehetőségekről egyeztettünk a pályázatíróval és a műszaki ellenőrrel a hivatal tanácskozó tervében. 11-én csütörtökön 9 órától fogadtam az országos tájfutóverseny szervezőjét, akivel pontosítottuk a 20-21-22-én Tázlár határában lebonyolítandó tájfutóverseny részleteit. 12:30-tól pedig a segítőkezek munkatársaival értekeztünk. Október 13-ára szombatra egy közösségi játszótér festést szerveztünk, amelyen nagyon szép számmal vettek részt községünk családos lakói, valamint ezen a napon valósítottuk meg a jótékonysági palacsintasütést is nagy sikerrel. Ezúttal is köszönöm mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult a nap sikerességéhez. 14-én vasárnap véradás volt községünkben. 15-én 9 órától a belső ellenőrzés munkatársát fogadtuk itt a tárgyalóteremben. Ezen a napon 17 órától a művelődési házban egy lakossági fórumot szerveztünk, melyen lehetőséget biztosítottunk az OTP munkatársának az MFB hitelprogramról történő tájékoztatásra, melynek keretében a lakossági pályázók kamatmentes hitellel valósíthatnak meg energiatakarékos beruházásokat, például nyílászárócsere, hőszigetelés, napelem, illetve megújuló energiaforrások alkalmazása. Október 16-án 13:30-tól egy munkahelyi megbeszélést tartottunk a jegyzővel és a hivatal munkatársaival. 14 órától pedig Kiskörösre a Helyi Védelmi Bizottság ülésére utaztam. 18-án 9 órától fogadtam a Soltvadkerti bölcsödevezetőt, akinek kértük a segítségét a beindítani tervezett mini bölcsödénk iratanyagának az előkészítésében. Ezen a napon 14:30-tól szociális bizottsági ülés is volt. 19-én 9 órakor fogadtam az iskola és a hivatal épületének energetikai tervezőjét, akivel az áttervezést beszéltük meg, hogy többletköltség nélkül megvalósítható legyen az energetikai pályázatunk. Ezen a napon 16 órától Kiskunmajsán egy kerekasztal beszélgetésen vettem részt, ahol demográfia, egészségpolitika címmel a kis települések jövőjéről, népességéről volt szó, utána pedig 18 órától egy jótékonysági esten vettem részt. Október 20-án szombaton a bölcsöde burkolásához, anyagszükséglet számításhoz a felmérést végeztük a szakemberrel, továbbá ezen a napon 18:30-tól pedig a konyha pince szigeteléséhez érkező szakemberrel konzultáltam és kértem árajánlatot. Október 23-án 9 órától tartottuk a községi ünnepséget általános iskolások műsorával a művelődési házban, majd ezt követően koszorúztunk a parkban a kopjafánál. Október 24-én 9 órától a kerékpárutas projektünkkel kapcsolatos megbeszélést tartottuk a tervezővel és a pályázatíróval, hogy milyen műszaki tartalom átdolgozása mellett lehetséges megvalósítani ezt a rendelkezésre álló keretből. Ezt követően a bölcsöde és a birkózóterem építését végző vállalkozóval tartottam helyszíni bejárást, ahol az építkezés állását tekintettük át. Október 26-án Kecskeméten digitális jólétprogram mentori képzésének az záró alkalmán vettem részt. 27-én szombaton 9 órától a Fokos Lovas Iskola második helyi versenyére látogattam el. Ezen a napon 18 órától pedig a jótékonysági véradóbál szervezői, illetve résztvevői voltunk, melyet már második alkalommal rendezett meg Farkas Gizella védőnő segítőivel. 29-én 7:30-tól az idősek napjával kapcsolatos megbeszélést tartottunk, ezt követően egy EFOP-os konzorciumi pályázat keretében kapott tisztázó kérdésekre válaszoltunk, majd Soltvadkertre és Kiskörösre utaztam pályázatokkal kapcsolatos ügyintézésre. Délután a mini bölcsödénk beindításával kapcsolatos, valamint a birkózóterem építésével kapcsolatos feladatokat végeztem.
Én röviden ennyiben kívántam tájékoztatni a lakosságot és képviselőtársaimat, és mivel megérkezett, köszöntöm körünkbe Bocsa polgármesterét, Szőke Tóth Mihály urat, aki jelezte, hogy 3 napi rendi pontot szeretne a mi képviselőtestületi ülésünkre betenni, és az előbb megszavaztuk ennek a helyét. Az a kérdés, hogy most tudunk-e még módosítani, jegyzőasszony, amit megszavaztunk azon. Mert én szívesen előre venném a polgármester urat, hogy... Akkor szavazzunk újra. Jó, akkor szavazzunk újra. Aki támogatja azt, hogy akkor nem az egyebek napi rendi pont elé kerül a 3 napi rendi pont, mert nem tudtuk, mikor fog tudni megérkezni, akkor ha most elfogadjuk, akkor támogassuk a szavazatunkkal. 4 igen szavazattal egyhangúan támogattuk. Akkor én megkérném Szőke Tóth Mihály polgármester urat, hogy az első előterjesztéssel kapcsolatosan ossza meg a kiegészítését, ami szükségesnek ítél. Köszönöm szépen a polgármester úrnak és a tánszári képviselőtestületnek, hogy napirendre vették az előterjesztéseimet. Alapvetően nagyon rövid összefoglalóval, hogyha megengedik, akkor a 3 előterjesztés egy napirendként kezelném először is a nyáron, emlékeim szerint júniusban beszélgettünk először a közös önkormányzati hivatalunk működési modelljének a megváltoztatásáról. Itt alapvetően a közel 2000 fős település, 2 darab 2000 fős település közös hivatalának a kihívásait beszéltük át, az első 5 év tapasztalatait, illetve hiányosságait. Alapvetően az előterjesztés tartalmazza azt, hogyha röviden szóban összefoglalhatom, hogy bizony a 2 település lakosságszáma, a 2 településen dolgozó civil szervezetek segítése, a vállalkozások segítése, akár a vállalkozások pályázati beruházásainak a megkönnyítése, mind-mind azon az egy személyen, annak az egy személynek a vállán nyom teherként, aki ugye a közös jegyzőnk. És alapvetően az elmúlt 5 év tapasztalataiból kiindulva azt javasoltam ezen a nyári megbeszélésen, hogy változtassunk 2 hivatalvezetői modellre. Itt alapvetően mindkét település érdekében, hiszen a jegyző, ahogyan akkor elhangzott, és az előterjesztés tartalmazza, az a személy, aki a szaktudásával, munkájával mindkét hivatal törvényességét, a törvényes működését biztosítja. Természetesen a mindkét település önkormányzatának a képviselőtestületét segíti a döntéshozatalban, mindkét település polgármesterének a döntés mechanizmusát egyengeti a törvényesség útján, és természetesen emellett mindkét település lakosságának, ügyfélszolgálatának az ellátását kell abszolválnia, és itt valóban horizontálisan és vertikálisan is egy nagyon nagy terjedelemről van szó, hiszen bizony a szomszéd kutyájának a hangos ugatásától egészen a komoly közbeszerzéssel, projektmenedzsmenttel járó pályázati döntéshozatalban is kell segíteni a képviselőtestület és a polgármester munkáját. Mindeközben természetesen, mivel már egy modern világot élünk, folyamatosan csörög a telefon, érkeznek az e-mailek, az adatszolgáltatási, mindenféle kommunikációs kötelezettségek, államigazgatási, más közigazgatási szervekkel. Bár a járási hivatal utána azt hiszem, hogy több mint 1000 eljárási lehetősége a jegyzőnek, talán csak több százra, talán valamivel több mint 100-ra csökkent, mégis ez óriási terhet jelent. És én azt vettem észre az elmúlt időszakban, hogy bizony törvényességi problémák voltak, illetve
azt gondolom, hogy gördülékenyebben is tud működni mindkét hivatal, mindkét képviselőtestület munkájának a segítése, mindkét lakosság segítése, mindkét polgármester segítése. És alapvetően a kilátásban van természetesen a közös hivatalunkban a hivatalvezető tartós távolléte is. Ez egy áldott, áldásos állapotnak köszönhető, és természetesen fel kell készülnünk. Azért az aljegyzői előterjesztésemben nyilván egy nagyon fontos tényező az, hogy az előző közös hivatal vezetői pozíciónk pályázati kiírásánál bizony hatan jelentkeztek, de Kollárné dr. Lengyel Lindán kívül senkinek nem volt jegyzői tapasztalata, és természetesen tudjuk azt, hogy akár Bács-Kiskun megyében, akár országosan is óriási jegyzőhiány van, és bizony számolnunk kell azzal, hogy a tartós távolít esetén nem találunk jegyzői tapasztalata rendelkező munkavállalót, és természetesen, aki nem rendelkezik jegyzői tapasztalattal, és hirtelen a két közel 2000 fős település hivatalvezetésének az áldásos pozíciójába kerül, bizony lehet, hogy azonnal itt hagy bennünket, mert egy kezdőnél nagyon-nagyon nehéz hirtelen ezt a terhet átvenni, és hirtelen ezt a sokrétű, ismétlen vertikálisan, horizontálisan nagyon-nagyon nagy területet lefedő munkát nem fogja tudni elvégezni. Úgyhogy én javaslom azt a tázári képviselőtestületnek és a polgármester úrnak, hogy mi hamarabb írjunk ki egy aljegyzői pályázatot, lehetőség szerint csak releváns felsőfokú végzettségű munkavállalót szeretnénk felvenni. Nagyon szeretnénk, hogyha ennek a munkavállalónak lenne jegyzői tapasztalata az előbb elmondottak miatt, és bízom benne, hogy ezt a lépést minél gyorsabban meg tudjuk tenni. A gyermekjóléti szolgálatunk volt a második előterjesztésem. Alapvetően itt a két település gyermekjóléti szolgálatát egy törvénymódosításnak köszönhetően búcsának kell ellátnia. 8 órás munkarendben történő szolgáltatás ez, amit az állam normatívával támogat. A normatíva és a valós kiadás között sajnos van különbség. Ennek a pénzügyi rendezésére van szükségünk. Tavaly október 1-től változott a modell, amikor nekünk Gyesből, tartós távolétből visszaérkezett a munkavállalónk, aki 4 órában vállalta a folytatást, 4 órában pedig Horváth Istvánnal egészült ki a szolgáltatás, a gyermekjóléti szolgáltatás működtetése, és ahogy említettem a szeptemberi testületülésen, alapvetően Bócsa két okból Horváth István 4 óráját kiegészítette további 2 órával, Bócsa község költségvetésének a terhére. Az egyik az a létszám különbség, ami Bócsa és Tázlár között a gyermekjóléti szolgálat feladatában mutatkozik. Azt gondolom, hogy dupla annyi az a családszám, ahova jobban oda kell figyelnie a munkavállalónak szociális szempontból. Illetve a másik, hogy természetesen szociális végzettségű felsőfokú szakemberből is nagyon-nagyon kevés van. Emiatt Horváth István, aki a Bozó Andrea kolléganő visszaérkezése előtt 8 órában végezte ezt a feladatot, neki nem akartunk hirtelen 4 órára váltani, hiszen elképzelte, hogy elhagyott volna bennünket, és az én döntésem az volt, hogy további 2 órával kiegészítem Bócsa község költségének a terhére, az ő munkavégzését, a szakember hiány miatt, illetve természetesen az ellátási szükséglet különbség miatt a két település esetében. A harmadik pedig a közös önkormányzati hivatalunk tázlári részének működési költség problémája. Itt alapvetően ugye visszavezettük, igazoltuk tázlári hivatal résznek a költség növekedése, természetesen a növekvő bérekből, illetve plusz alkalmazott felvételéből alakul ki, és
Alapvetően az állami normatíva, amit a tázdáli hivatalrész kap, az sajnos most már nem elegendő ezeknek a költségeknek a fedezésére, így a tázdáli önkormányzat részéről tőkeinjekció kell a hivatal részére azért, hogy évvégén is ki tudjuk fizetni a fizetéseket a tázdáli munkavállalóknak, és azt gondolom, hogy minden munkaadó számára ugye ez jelenti a prioritást, természetesen akkor működik egy vállalkozás, akkor működik egy hivatal, bármilyen jogi személyiség, hogyha legelőször kifizeti a munkavállalóit, utána azt gondolom, hogy kifizeti a közterheit, és utána működhet. Úgyhogy talán a legutolsó része az erőterjesztésemnek a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy meglehetősen sok idő eltelt már a probléma jelzése óta, és ezt orvosolnunk kell, hiszen 2 hónap áll rendelkezésünkre a naptári évből. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Én meg szeretném kérdezni jelzőasszonyunkat, hogy ő neki ezzel kapcsolatosan van-e kiegészítése? Nincs, köszönöm. Nincs. Képviselőtársaimnak akkor átadom a szót, hogy beszéljünk. Igazából nekem is ilyen sorrendben jött, tehát az utolsó napi rendi pont volt az első, amit előterjesztettél, amit átküldtél, úgy láttam. A második volt így a gyermekjóléti szolgálat, és akkor a harmadik volt az aljegyző választása. Hát ugye ezzel a közös hivatali költségvetéssel kapcsolatosan már beszéltünk, és az lett volna jó, ezt már megbeszéltük egyszer-kétszer, hogy ha mi időben értesülünk erről a többletről, és hát ugye ez most október 10-én, ha jól emlékszem, akkor jött át, és hát nyilvánvaló ezt el kell ismernünk, tehát még akkor, amikor beszéltünk, ugye te is mondtad, hogy még a vége nem ismert, hogy pontosan ez mennyi ez a hiány, most ennyi mutatkozik, ennyi látszik, hogy körülbelül ennyi lesz a hiány, és mi természetesen szeretnénk a kötelezettségeinket teljesíteni, de ugye történt egy megállapodás annak idején, amikor létre lett hozva ez a közös hivatal, és annak megfelelően itt az előterjesztésben is szerepel, hogy az 1/12 részét minden hónap 8. napjáig kell átutalni Tázár községének, és én úgy gondolom, hogy itt, ami a határozott javaslatban van, hogy haladéktalan módosítást kellene végrehajtani, tehát ez majd ki fog derülni az év végéig, nem? Hogy mennyi, viszont addig is, mivel most már megérkezett a jelzés, ezt mi elkezdhetjük ez alapján, a jelzés alapján fizetni, igaz, jegyzőasszony? Tehát akkor már októberre is már fizethetünk 1/12-et, meg novemberre, meg decemberre, és ugye a fönnmaradó összeget pedig, ha jól emlékszem, de lehet, hogy mindjárt elő is veszem ezt a közös hivatali megállapodást. Igen, tehát március 31-ig kell elszámolni, hogy minden év március 31-ig elszámolunk, és akkor már körvonalazódik, hogy ez pontosan mennyi, és akkor egy összegbe akkor tudjuk utalni a többit. Itt én sajnálom, hogy itt a közös hivatal megállapodásánál itt elmaradt az, hogy tehát a 11.5.5 pont alapján az van írva, hogy a 11.5.4 alpont szerinti hozzájárulás tervezett összegéről Bócsa község polgármester legkésőbb a tárgyév január 31-ig tájékoztatja a társönkormányzatot, amely ezzel kapcsolatos észrevételét legkésőbb a tárgyév február 5-ig megteszi Bócsa község önkormányzata felé. Igazából itt nem jött irányunkba ilyen tájékoztatás, hogy amit be tudtunk volna tervezni egész évre, és mivel most
Októberben kaptuk meg ezt a tájékoztatást, mi természetesen akkor októberben már is el fogjuk kezdeni ennek a fizetését. Én úgy gondolom, hogy ez akkor a megállapodásunk írásszerű vagy törvényszerű, igaz, teljesítését fogja képezni, és mindenféleképpen mi továbbra is szeretnénk megfelelni az előírásoknak, meg azoknak a megállapodásoknak, amik még az előzőekben köttettek. Én nem tudom, hogy hogyan kell érezni itt az eljárásrend szerint a szókérést. Köszönöm szépen a szót. Alapvetően egy augusztusi e-mailben jeleztük először a problémát. Én szeptember közepén voltam napi rendelő testületi ülésen, tehát nem októberben jeleztük a problémát, hanem augusztusban. És tehát valóban a hivatal vezetőnek, aki jegyzőasszony előtt volt, van felelőssége abban, hogy olyan kötelezettségeket vállalt, amire nem elég a normatíva. Tehát ha olyan kötelezettségeket vállalunk egy gazdálkodási szervezetnél, ami sajnos a könnyű szószerkezettel túlnyúlunk a takarón, akkor nyilván ez egy probléma, ezt viszont a hivatal vezetőtől kell megkérdezni. Ez az időszak viszont nem jegyzőasszonyt érinti. Amit ugye pontosítottam, hogy augusztusban mi jeleztük ezt a problémát, szeptemberben egy testületülés napirendi pontja előtt ismét jeleztem a problémát, most pedig ismét jelzem a problémát. Ugye ezt valóban orvosolni kell, és kiegészíteném a polgármester urat, illetve ha szabad ilyet, akkor kijavítanám, hogy az előterjesztésem arról szólt, ami ilyenkor a megállapodás tükrében is szükséges, hogy költségvetést módosítunk a közös önkormányzati hivatalnál, illetve természetesen Tázár község önkormányzatánál. Hiszen amikor tudatában vagyunk annak, hogy egy elfogadott költségvetésnek a kiadási része megemelkedik, akkor költségvetést kell módosítanunk. Természetesen, hogyha a bevételi oldala megemelkedik, akkor is költségvetést kell módosítanunk. Tehát nyilván a költségvetés évelején még egy terv, aztán ahogy látjuk a teljesülését, úgy fokozatosan, illetve teljesülés változások esetén természetesen módosítanunk kell ezeket a költségvetéseket. Úgyhogy most, jelenleg módosítani kell a költségvetést. Én a naptári évet venném figyelembe, és azt gondolom, hogy a társulási megállapodásunk is a naptári évre koncentrál. Mi nem fogunk többet kérni, mint amennyit az időközbeni költségnövekedések megkívánnak, de itt az elszámolásunk az nem csúszik át a jövő évre. Akkor, tehát nyilván az árszámadás egy olyan sport, ahol a költségvetéssel, gazdálkodással foglalkozó szakembereink nem akarnak plusz pénzt sem kérni, de nem akarnak pénzt sem visszaadni, hiszen hogyha jól eltalálták a kiadásokat, már pedig itt néhány tételről van szó, a szakembereink jól el tudják találni a plusz hozzájárulás szükségességét, akkor természetesen ezt decemberig tudjuk orvosolni, és szükséges is orvosolni, mert alapvetően itt két hónapról van szó, két hónap fizetéséről van szó, és hogyha mi az árszámadásig várunk, akkor Bócsa község önkormányzatának kell kifizetni a tázdári hivatalrész fizetéseit, és én nem kaptam erre felhatalmazást a képviselőtestületemtől, hogy bócsai pénzt, illetve bócsa vállaljon be terhet, hogy a közös hivatal tázári részén tudjon fizetéseket osztani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy logikus és jogszerű, hogyha a költségvetés módosítunk a közös hivatalnál, a megnövekedett terhek tükrében, és ehhez Tázár község önkormányzata hozzárendeli a pénzt. Mert más
orvoslás ennek a helyzetnek nincsen. Köszönöm. Képviselőtársaimnak van a kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatosan. Zsuzsi? Nem konkrétan tehát én az összes három előterjesztéssel kapcsolatosan kérdezném a jegyzőasszonyt, hogy látok én egy 2017-es tételt is, amire visszautal, mint elmaradás Táznár község részéről Bócsa község felé. Most ha egy zárszámadás kapcsán nem derül ki, hogy van ez a mínusz összeg a tartozó fél felé, akkor már akkor, hogy nem kellett mondjuk költségvetést módosítani, vagy hogy nem derül ki egyáltalán az, hogy elmaradása van egy másik hivatalnak. Ha van egy elfogadott zárszámadás, amiről mondjuk a tázlágösség azt tudja, hogy nullás a költségvetés, tehát helyen van, rendjén van. Mit tudnál erre mondani? A jegyzőasszony kérdezték. A jegyzőasszonyhoz jött a kérdés, akkor én megadnám neki a szót, és utána, akinek van, természetesen még meghallgatom. Tehát ezt általánosságban kérdezném. Nem, nincs jogosultsága válaszolni, hiszen nem releváns a kérdés jegyzőasszony felé. A törvényesség őre itt nálunk. Jegyzőasszonynak nincsen önkormányzati elszámolási problémákhoz köze. Tehát a jegyzőasszony... Akkor ezt majd jegyzőasszony elmondja, és én úgy gondolom, hogy ő tudja ezt kommunikálni felénk. Én szívesen megválaszolom. Köszönöm. Utána, ha ő nem tud válaszolni, természetesen megadom másnak is a szót, aki jobban vagy ügyesebben megválaszolja. Tekintettel arra, hogy ugye ebben az időszakban nem én voltam a hivatalvezető, tehát én olyan mértékben, olyan mélységekben ismertem csak meg ezeket a kimutatásokat, ahogy a gazdálkodásért felelős kollégák rendelkezésemre bocsátották. Most a pénzügyi kimutatások és a táblázatok ezeket az adatokat hozzák. Hogy ennek pontos okai abban az időszakban mik voltak, tehát hogy a két település között ez hogyan alakult, nyilván ezt én nem ismerem. Én nem is konkrétan nem azt kívántam, hogy akkor... Nyilván a jegyzőasszonynak kell ezt... Tehát én általánosságban kérdeztem ezt egy általános kérdésként, hogy van-e arra lehetőség, hogy mondjuk követelés merüljön föl úgy, hogy már túl vagyunk egy zárszámadáson például. Én egy általános kérdést tettem fel. Ez a hiány mégis valahogy bennmaradt. Értem, de van-e lehetőség arra, hogy... Hát a zárszámadás, ha jól értem, akkor azt kérdezed, hogy a zárszámadással lezártuk az előző éve, nem? Tehát minden évben. És akkor az lezártnak tekintendő. Itt pedig konkrét esetben, nem tudom, hogy így gondoltad, ez volt a kérdés. Igen, hát én azt mondom, hogy egy értelmű kérdésem volt, igen. Tehát ez egy általános kérdés lenne, teljesen mindegy, hogy melyik településről beszélünk most, általánosságban. Uh-huh. Hogy felmerülhet-e utána bármilyen nemű követelés. A lezárt évvel kapcsolatosan. Hát nyilván, hogyha az hiányként ott mutatkozik, tehát az szerepel ott hiányként. Igen, és akkor annak van egy jogalapja azt követelni bárki részéről? Ha hiányként mutatkozik, akkor az ott szerepel, az tehát azt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Köszönöm szépen. Jó, ezzel kapcsolatosan esetleg valakinek, polgármester úr? Tehát alapvetően a gyermekjóléti szolgálatnál 2017-ben mutatkozott először hiány. És itt a hiányt újra definiáljuk, alapvetően az állam kevesebb normatívát ad, mint amivel ezt a gyermekjóléti szolgálatot egy diplomás, szociális végzettségű kolléga el tudja látni, tehát itt nincsen nagy varázslat, kevesebbet kapunk, többe kerül. Ugyanakkor törvényesen, tehát törvény szerint el kell végezni ezt a szolgáltatást, és egyébként a gyermekjóléti szolgálat a szociális hálóban egy nagyon-nagyon fontos szerepet betöltő szolgáltatás, minden településen kötelező. Hogyha 2017-ben
Kiderül az, illetve 2017-es számadás, ami zárszámadás, ami 2018 márciusában kiderül, és utána mi 5 hónappal később szólunk, akkor az behajtható, követelhető, hiszen nem vagyok jogász, de ha jól tudom, a PTK irányelvei szerint egy követelést, egy anyagi követelést, csúnya szó, ezt 5 éven keresztül kérheti az egyik partner a másiktól. És én azért nem dramatizálnám azt, hogy a zárszámadáskor ez kiderül, mi finanszírozunk, Bócsa finanszíroz, Bócsa finanszírozza a hiányt, tehát a mi pénzünk áll benne. Ráadásul Bócsa olyan jó fej, hogy plusz 2 órában még tázlát segíti, ami szintén 1.300.000 forint, és mi 4 hónappal vagy 5 hónappal utána, az árszámadás után jelezzük, hogy ezt rendezni kellene. És ezt ugye már szeptemberben is jeleztük. Augusztusban azt gondolom, hogy az az e-mail, ami a két település közötti pénzügyi rendezést volt hivatott szolgálni, ezt is tartalmazta. És akkor márciustól augusztusig kell elszámolnunk. Tehát a képviselőasszony kérdésére az a válasz, igen, behajtható, igen, követelhető, de mi nem követelünk és nem behajtunk, mert nem győzöm hangsúlyozni, hogy Bócsa pont a gyermekjóléti szolgálat kapcsán még segíti és tázdár községet, ezt önzetlenül segíti, és pénzbe kerülő módon segíti, és 1,3 millió forint az nem kevés, és a bócsai választóknak esetleg azt kellene megkérdezni tőlem, hogy miért teszem ezt. De ez mégis egy önzetlen segítség, illetve egy stratégiai döntés, hogy a szakembert ne veszítsük el. Behajtható, követelhető, de inkább augusztus óta ez egy kérés Tázlár felé, hogy rendezzük. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e képviselőtársaimnak ehhez kérdése? Én azt javaslom, hogy menjünk előterjesztési pontonként, jó? Tehát itt a közös önkormányzati hivatal gazdálkodásával kapcsolatosan az elszámolás tárgyában ugye volt itt egy kérés, nyilvánvaló itt október 10-e napja van megemlítve, azért utaltam én is erre, és szerintem először ezt kellene lezárnunk. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor én szavazásra teszem föl, tehát az utolsó javaslat, határozati javaslat az az volt, hogy október, november és december hónapban az 1/12 részét, az erre első részt utaljuk. Aki ezzel a határozatjavaslattal egyetért, az kérem kézemeléssel jelezze. 2 igen, szavazat ellene, tartózkodás, de akkor a tartózkodásnál emeljük. 2 tartózkodás. Jó, köszönöm. Akkor aki azzal ért egyet, hogy Tázár önkormányzat képviselőtestülete az eredeti előterjesztés szerint haladéktalanul módosítsa a költségvetését, igen, és akkor a fennálló hiányt teljesítse, akkor kérem kézemeléssel jelezze, aki ezzel ért egyet. 2 igen, ellene, 1 ellene, 1 tartózkodással, akkor ezt sem tudtuk megszavazni. Én úgy gondolom, hogy a költségvetés módosítás az évente 2-3-szor legfeljebb, és ugye már túl vagyunk egy költségvetés módosításon, tehát én nem gondolom, hogy ezt így minden pillanatban jegyzőasszony költségvetést azt szokták módosítani minden egyes. Amennyiben indokolt, igen. Amennyiben indokolt. Uh-huh. Jó, köszönöm. Akkor ezzel mi lesz most így? Hát akkor nem szavazta meg a testület. Nem szavazta meg a testület. A következő testületülésre ezt újra be tudjuk hozni? Szerintem igen. Jó, tehát akkor ezt átgondoljuk. A második előterjesztés az a gyermekjóléti szolgálat feladatellátásával kapcsolatos elszámolás elfogadása. Ezzel kapcsolatosan a polgármester úr elmondta, hogy Bócsa milyen jó fej, hogy önként így határozott, hogy
két órát pluszba finanszíroz a gyermekjóléti szolgálatnál. Mi ezt köszönjük meg, mi is jó fejségnek is tartjuk, hogyha ilyen szóhasználattal élünk, de igazából, ha konkrétabban szeretnénk fogalmazni, akkor törvény adta kötelességének tesz eleget bócsa, és törvény adta lehetősége, mivel ő neki kell működtetni a gyermekjóléti szolgálatot, mindössze abból a finanszírozásból, amit a kormány ad neki, és hogy ő ezt mennyivel egészíti ki, ez az ő szuverén joga, ebbe Tázárnak semmilyen beleszólása nincs, én úgy tudom. Jegyzőasszony, mit ír elő a törvény ez ügyben? A kötelező óraszám biztosítását. Így van, és azt a székhely településnek kell biztosítani 8 órában egy ilyen gyermekjóléti. Igen, igaz? Gyermekvédelem. Jó, akkor ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? Polgármester úr. Ezt annyiban egészíteném ki a polgármester úr által elmondottakat. Bár Jézus azt mondja, hogy ha a jobb kezeddel adakozol, akkor a bal kezed ne tudjon róla, de mégis el kell, hogy mondjam, hogy a bócsa szuverén joga, hogy akár 10-szer ekkora óraszámban működtess a szociális szolgálatot, ugyanakkor mégis úgy döntött, hogy Tászláron bővíti ki 2 órával saját költségére ezt a gyermekjóléti szolgálat elvégzését. Köszönöm szépen! Mi köszönjük meg, tényleg iskola munkájáról nem tudunk semmi rosszat mondani, tehát a választással is egyetértünk, annak ellenére, hogy ebbe nekünk semmilyen beleszólásunk nincs, és mint gesztor település önkormányzata részéről ezzel a szolgáltatással maximálisan meg vagyunk elégedve, és amit a gesztor település biztosít, azzal is. Csak ugye itt mi egyrészt nem tudunk vállalni a mi költségvetésünkből erre, másrészt pedig a törvény nem is írja elő ezt részünkre, ugyanis itt le van írva, hogy polgármesteri hivatalt működtető, ugye állásfoglalást kértem a megyétől, a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal, gyámügyi és igazságügyi főosztály, szociális és gyámügyi osztályáról érkezett az e-mail. Azt írja, hogy a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat működteti ezt, a lakosságszámtól függetlenül, és a gyermekjóléti szolgált ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. Ennyi. És amennyiben a gyermekjóléti szolgált fenntartója társulási megállapodásban megjelölt székhelye kizárólag az bekezdés szerinti feladatellátásra kötelezett önkormányt lehet. Tehát itt nekünk sem hozzájárulási kötelezettséget nem ír elő a törvény, sem kényszert, hogy működtessük, de természetesen a kölcsönös jó viszony érdekében a jövő évi költségvetésben megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy valamilyen hozzájárulással tudjuk-e segíteni ezt, és tudjuk-e viszonozni ezt a szép gesztust bócsa polgármesteri hivatala felé. Tudjuk, nehéz időket élünk, tehát nekünk is a pályázataink miatt kell a forrás, de ez mellett, hogyha tudunk erre finanszírozást adni, akkor természetesen hozzá fogunk járulni. Én úgy gondolom. De nem tudom, a képviselőtársaim, ha másképp látják, akkor mondják. Eddig is jelentünk, hogy nem. Mi a törvény nem is kötelez rá bennünket. Ezt én máshogy fogalmaznám. Én hozzászólnék. Meg eddig igazából nem is kérte bócsa ezt. Tehát most van itt az asztalunkon először ez. Polgármester úr, jelezted, hogy szólni kívánsz? Igen, szeretnék szólni. Alapvetően meg fogjuk vizsgálni azt az állásfoglalást, amit
az imént hallottunk. Én azt gondolom, hogy hallatlan az, hogy egy kötelező szolgáltatást a törvény szerint egy gesztor településnek el kell látni egy másik település közigazgatási területén. Olyanról még nem hallottam, hogy a másik település, ahol szintén törvényi kötelezettség van a szolgáltatás működtetésére, hasonló normatíva hiány esetén nem járulna hozzá ez a kötelező szolgáltatáshoz. Ha nem tévedek, akkor ezzel történelmet fogunk írni. Ez 16 óta így van. Hiszen még egy ilyen modell nem hiszem, hogy létezik. Ez nem demokratikus, nem igazságos, nem partneri, hogy mi 2,5 millió forinttal, az említett két órán kívül 2,5 millió forinttal hozzájárulhatunk a gyermekjóléti szolgáltatás működtetéséhez. Lehet, hogy csak jó állásfoglalás kérdést kell feltenni. Én az állásfoglalásból egyébként nem olvasom ki azt, hogy nem kell hozzájárulni a Tázvár településének a gyermekjóléti szolgáltatás működtetéséhez. Kötelező feladat, nem mi döntöttük el, nem mi adunk kevesebb normatívát rá, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt az álláspontnak változnia kell, és ahogy említettem, az igazságosság, a partnerség és a demokratikus teherelosztás alapján lakosság számarányosan hozzá kell járulni a Tázlárnak a szolgáltatás működtetéséhez. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselőtársaim, Nagy Ajtai Mihály. Ezt a kötelezettséget, hogy akkor beleférnénk a normatívába. Alapvetően, hogyha elküldjük mindkét munkavállalónkat, és felveszünk egy friss egyetemistát, szerintem még akkor sem. De kiszámolom az érdekesség, illetve a kérdés kedvéért kiszámoljuk, hogy egy friss munkavállalónak mi lenne a bértömege, és mennyi a normatíva. De ugye két munkavállalónktól el kellene válnunk. És? Tehát akkor megint olyan helyzetben vagyunk, hogy van egy kötelező feladat, és igazából az állami finanszírozási normatívával nem tudjuk biztosítani. Igen. Hát igen, sajnos itt is ez a helyzet. És ugye valószínűleg ebből ered az, hogy hozzá kellene járulni. Én megértem polgármestertársam véleményét, hogy ez nem egészen demokratikus, de hogyha ezt írja elő a törvény, akkor ebben mi nem tudunk addig, amíg nincs annyi pénzünk, hogy... Nem ezt írja elő a törvény. Ja, nekem ez egyértelmű állásfoglalás. A törvény nem írja le azt, hogy... Tehát a gesztor településnek kell működtetni. Tehát igen, tehát de a törvény nem írja le azt, hogy nincsen szükségesség a nem gesztor, tehát a kirendeltségeken hozzájárulás fizetéséről. Hát képzeljük el, hogyha minden társulás így működne, akkor csak a gesztor település, akinek az a szerencsétlensége, hogy nagyobb a település lélekszáma, csak a gesztor település fizetné a révészt. És a nem gesztor települések, tehát a társulási partnerek, ők örülnének, hogy hű, nálunk most akkor 100-zal kevesebben laknak, nem kell fizetnünk hozzá 1,5 milliót évente. Ez egy érdekes kérdés. Én nem hoztam most előterjesztést, az állami normatíva összegét meg tudjuk nézni az előterjesztésben. 3.400.000 forint. 3.400.000 forint. Tehát, hogyha egy diplomás nettó 180.000 forintért veszünk fel, akkor azt hiszem, hogy 260-270 körül van a bruttó bére, és még 50 körül a járulékai, tehát az 320 körül van, ami 10 hónappal 3.200.000, meg 640, az 3.840.000 forint. Úgyhogy a nettó 180-as diplomás bér, szerintem annyit szeretnének keresni már a SZOSZ diplomások, főként úgy, hogy kevesen vannak, és tudjuk, hogy amiből kevés van, arra nagy az igény.
Úgyhogy valószínűleg nem elég a normatíva, hogyha más munkavállalóval látjuk el. Köszönöm. Köszönöm, Zsuzsi. A tárgyalatban nem is szabad azt tettem ki, hogy nem kíván elzárkozni a felől, hogy támogatná a gyermekjogi szolgálatnak a működését, viszont tázlálkösség részéről viszont nagyon nehéz helyzet elé van állítva az önkormányzat, vagy a testület, amikor ugye most kell szembesülnünk azzal, hogy mennyit kellene mellé tenni. Tehát lehet, hogy itt is az lett volna a szerencsésebb, hogy már kellő időben kaptunk volna erről figyelmeztetést, és akár ugye már havonta mellé tudtuk volna tenni azt, amire szükség van az önkormányzatnak, a gesztor önkormányzatnak, illetve már hamarabb tudtunk volna akkor erről beszélni. Köszönöm szépen. Igen, hát én nem akartam visszakanyarodni, hogy valóban itt az előző jegyző munkájára történt utalás, de itt ugye egyértelműen a polgármestert nevezi meg a Bócsa község polgármesterét, hogy január 31-ig el kell juttatni azt, hogy mennyi az, amit finanszírozni kell. És hogyha akkor mi ennek tudatában vagyunk, akkor valószínűleg még tudunk tenni annak érdekében, hogy lejjebb építsük ezt a finanszírozást, másrészt pedig így van havi egyenlő részletekben. Azt azért könnyebben, betervezhetőbben tudtuk volna teljesíteni. Meg nyilvánvaló most sem zárkózunk el, hanem készek vagyunk ennek a megállapodás szerinti rendezésére. A gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatosan pedig polgármester úr beszélt arról, hogy ez nem demokratikus, meg nem igazságos. Ez a törvényi előírás, hogy a gesztor településre hárítja ezt a feladatot, de igazából a demokrácia meg az igazságosság az nem biztos, hogy benne van ebbe akkor, amikor a gesztor település választja meg ezeket az embereket, és ő dönti el, hogy milyen munkarendben fogják elvégezni a feladataikat. Az is igazságtalan szerintem, hogyha mondjuk csak nagyobb költségből tudja megoldani ezt a gesztor település, és utána ha kicsitől várja, hogy figyelj, hát én így döntöttem, akkor fizesd ennek a felét. Tehát itt se látok igazságosságot meg demokráciát. Tessék, polgármester úr. 5 évvel ezelőtt a két település egy törvényi módosításnak köszönhetően közös önkormányzati hivatalt kellett, hogy létrehozzon. Még Kósza Endre polgármester úrral megegyeztünk, hogy a két hivatal rész életében a szuverenitást nem bántjuk, ez azt jelenti, hogy én nem mondom meg, hogy kik dolgoznak itt. Természetesen Tázlár sem mondja meg, hogy kik dolgoznak Bócsán. És itt én most a közös önkormányzati hivatalról beszélek. Lehet firtatni a felelősségemet, hogy nem adtam gazdálkodási adatokat 2018 év elején, mert a polgármester a felelős, ugyanakkor, mármint én, ugyanakkor azt megjegyezném, hogy a személyi döntéseket a tázlári hivatal részben nem én teszem meg. Nem én veszek fel munkavállalót, nem én döntök egyik ilyen helyzetben sem. Azt szeretném megjegyezni, hogy a közös önkormányzati hivatal bármennyire is fizikailag ketté szakad, és a két hivatal egyik épületében dolgozunk most, de a közös önkormányzati hivatal az egy jogi személy, az egy intézmény, egy egység, és Bócsa község önkormányzatának az egysége. Bócsa község önkormányzatának az intézménye. Nem én akartam így, a törvény határozott így. Hogyha egy kicsit kontextusba hozzuk a gyermekjóléti szolgálatot a közös önkormányzati hivatallal, akkor a közös önkormányzati hivatal előbb tárgyalt plusz forrását
sem lenne kötelező Tászlának kifizetni. Hiszen mi történik? Búcsa a gesztor település, a hivatalt, a nyitvatartást el kell látnia itt is, kevesebb normatívát kapunk rá, tehát akkor búcsa fizetheti ezt is. Ugye? A gyermekhűlti szolgálat analógia szerint. Ugyanúgy el van, tehát a törvény szerint a kormányhivatal megírja azt, hogy igen, búcsa a gesztor település, búcsa gazdálkodik a normatívából, de itt ugye olyan döntések születtek, amik a tázári normatíván túllépnek, a tázár önkormányzatának több pénzt kell adnia a hivatal rész működtetéséhez, de miért adna? Hát az előbb a gyermekjóléti szolgálat állásfoglalása kapcsán úgy értelmeztünk, bár én nem, hogy búcsa a gesztor, búcsa fizet. Na akkor ezt a feltevést dobjuk vissza a kormányhivatalnak, hogy ebben az esetben is búcsa fizet? Ez szerintem nem. Nem logikus, nem igazságos, és szerintem nem is törvényes. Tehát a törvény szellemének sem felel meg. Ez egy nagyon fontos mozzanat a mai logikai ugrálásunknak, azt hiszem. Köszönöm szépen. Reagálnék egy pár gondolatban erre a előbb elhangzottakra. Itt a közös hivatal megalapodásában nem az van, és nem ez a logika van benne, hanem itt egyértelműen le van írva, ha az egyes önkormányzatokra jutó állami támogatás nem fedezi a rájutó kiadásokat, búcsán a 11.5.1-ban, Tázán a 11.5.2-ban és a 11.5.3-ban foglaltak szerint, akkor az adott önkormányzat hozzájárulást fizet. Tehát ez le van foglalva, ez a megállapodásban benne törvény. Van. Ez nem törvény. Na most ebben van megállapodás. Igen. Tehát hogyha a törvény nem rendezi, és mi kötünk, már pedig Tázlár és Bócsa, vagy Bócsa és Tázlár kötött egy ilyen megállapodást, az, hogy polgármester társam nem akarta, ez szerintem részben igaz, mert ő is akarta, meg a akkori tázlári vezetés is, meg mi is, mint képviselők ezt a közös hivatal létrehozását, mert azért jött létre. Ha nem szavazzuk meg, akkor nem jön létre. Tehát én úgy gondolom, hogy mindannyian akartuk, de ebben ezt szabályoztuk is. Ebben ezt szabályoztuk is. Azért akartuk, és én úgy gondolom, hogy ehhez tartanunk kell magunkat, nekem is, pedig nem én írtam alá, de jogfolytonosság miatt ugye nyilvánvaló Tázlár vonatkozásában mi ezt a megállapodást szeretnénk betartani. És ugye ebben van az, hogy 1/12 részét minden hónapban fizetjük. Jó, akkor szeretnék itt hozzászólni. A más... Ja, akkor még nem megyünk tovább. Ugye nagyon fontos az, hogy először is pontosítok, tehát természetesen Bócsa és Tázlár régi partnerségre tekint vissza, hiszen szomszédok vagyunk. De nem a szeretet vezérelt bennünket a közös hivatal létrehozásánál, hanem a törvény. A törvény előírta azt, hogy lakosságszám függvényében közös önkormányzati hivatalt kell létrehozni. A törvény azt is előírta, hogy egy járásba tartozó települések hozhatnak létre ilyen közös hivatalt, illetve azt is leírta, hogy van önkéntességi rendezési elv, ugyanakkor, hogyha nem tudnak önkéntesen elrendezkedni a települések a közös hivatal létrehozásával kapcsolatban, akkor a kormányhivatal kijelöl gesztor településeket. Tehát nagyon fontos elmondani, hogy a közös hivatal megállapodása nem törvény. A közös hivatal megállapodása a két település egyessége, de nem törvény. Lehet rá hivatkozni, lehet követelni is, de nem törvény. És még egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. A gyermekjóléti szolgálat sajátosságai miatt, ugye szintén Bócsa a gesztor és szintén az általunk üzemeltetett intézmény, ezek a munkavállalók az én fennhatóságom alatt vannak, hiszen az önkormányzat közvetlen munkavállalói. Nekem szerződésem van ezekkel a munkavállalókkal, tehát ki kell fizetnem a bérüket. Akkor is, hogyha a Tázlár önkormányzata nem járul hozzá. Ugyanakkor, és az előző napirendi ponttal, illetve a közös hivatal gazdálkodási elszámolási problémáival kapcsolatban szeretnék mondani valamit, hogy a közös hivatal nem az én vezetésem alatt álló intézmény.
Én a közös hivatal vezetőjének vagyok a munkáltatója, illetve én annak az önkormányzatnak a képviselője vagyok, aki intézményként fenntartja a közös hivatalt. De, hogyha évvége lesz és elfogy a pénz, akkor engem, mint Bócsa község polgármesterét, Bócsa község önkormányzatának a képviselőjét, engem nem köt semmilyen szerződés, hogy kifizessem a tázdári hivatali dolgozók fizetését. Hogyha arra nincsen pénz, akkor nem tudom. És ezt azt gondolom, hogy tázdár önkormányzatának az elmúlt néhány hónapban ugye erre volt lehetősége átgondolni. Természetesen, ahogy minden újdonság az életünkben először kételkedtünk, aztán most már talán nem kételkedünk a számok helyességében, de lassan döntést kellene hozni, hiszen az én jó indulatomtól fog függni, hogy kapnak-e a dolgozók fizetést, vagy teljes fizetést kapnak-e. Az én jó indulatom persze az messze földön ismeretes. Csak azt szeretném, én nem akarok itt fellépni a tázári testületüléseken, tehát harmadszorra nem amiatt vagyok, hogy minél hosszabbra nyúljanak ezek a tanácskozások. Én azt szeretném, hogyha komolyan vennénk a problémát, hogyha felelősen terveznénk gazdálkodást, költségvetést, és azt szeretném, hogyha megoldódna ez a probléma. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm. Van-e még képviselőtársaimnak? Ugye Nagy Ajtai Mihály? Én úgy gondolom, hogy messze menők így lehetne erről a dologról beszélni. Tehát ez tény és valóság, hogy ott, ahol elköldik a pénzt, azt be is kell pótolni. Én azt szeretném kérdezni, hogy van-e olyan lehetőség Bócsa részéről, hogy haladékot kapjunk esetleg a különbözetnek a kifizetésére. Természetesen, hiszen az a fiskális lazaság, hogy ne túl szépen fogalmazzak, ami miatt 2018 márciusa után, mondjuk augusztusban jeleztük, hogy a gyermekjóléti szolgálatnál forráskiegészítés szükséges. Természetesen mi ezt meg tudjuk finanszírozni. Ugyanúgy a közös hivatalt is meg tudjuk finanszírozni. Mi látjuk a szükségességét, illetve azt szeretnénk látni, hogyha történnének lépések Tázlár község önkormányzatának a részéről, hogy ez egy fontos dolog, ez a lehető legfontosabb dolog, hogy a munkavállalók kapjanak fizetést. És egy pár hónap eltelt már ezekben az érzelmi fázisokban, hogy kételkedünk, hogy töprengünk, most kell majd cselekedni ebben a kérdésben. És én azért terjesztem elő ezt a dolgot, mert a jegyzőasszony néhány hónapja van hivatalban. A jegyzőasszonyunk egy tapasztalt, városnál szerzett jegyzői tapasztalattal rendelkező munkatárs, akit az elmúlt néhány hónapban úgy ismertem meg, mint aki alaposan, szorgalmasan, ügyfélbarát módon, polgármesterbarát módon végzi a feladatát. De ne várjunk el tőle mindig mindent. Tehát ne várjunk el tőle olyan döntések meghozását, amikor fel kell kérnie mondjuk Tázlár polgármesterét, hogy kell pénz, kell plusz pénz. Ő ezt jelzi, de nekem is jeleznem kell, hiszen az intézmény az enyém, a pénzügyi felelősség az én felelősségem. Tehát természetesen van hajlandóság, de néhány hónap után már azon kéne gondolkodni, hogy mik lesznek majd a megoldási lépések. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e még ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás? Jó, akkor itt a határozatjavaslat a másodikra azt hangzott el, hogy
Hát ugye a törvény nem kötelezi a Tázár önkormányzatát ennek a szolgáltatásnak a működtetésére és a finanszírozására, ezt a gesztor település, aki hát ilyen határozati javaslat mentén tudja támogatni ennek a napirendi pontnak a lezárását, azt kérem kézemeléssel jelezze. Erről ne szavazunk szerintem, mert nem tudjuk egész pontosan. Jó, akkor módosító javaslat az, hogy a jegyzőasszony bízzuk meg azzal, hogy nézzen utána, hogy akkor ez állásfoglalás, amit itt beolvastam átküldöm e-mailben, hogy ez mennyire állja meg a helyét. Jó, és akkor a következő testületülésre kerüljön az asztalunkra. Jó, akkor aki ezt a változatot tudja támogatni, azt kérem kézemeléssel jelezze. 4 igen szavazattal egyhangulag ezt támogattuk. És akkor maradt még a napirendi pontoknál a 3. napirendi pont, ez pedig az aljegyző választása címet viseli. Ezzel kapcsolatosan én is osztom polgármester társamnak a véleményét, hogy időben kell készülnünk azokra a dolgokra, amit már előre látunk, és itt nekem olyan kérdés merült föl, mint amiről már beszéltünk a kirendeltségvezető kapcsán, hogy finanszírozás. Ugye akkor kaptunk ígéretet arra, hogy majd az asztalunkra kerül, utána az lekerült a napi rendi pontról, mivel Tázlárnak tartozása mutatkozik a közös hivatal felé, de ez most megint egy olyan kötelezettségvállalás, amit én úgy gondolom, hogy részleteiben is tisztáznunk kellene. Tehát bennem többféle kérdés is felmerült, például ilyen, hogy amikor van jegyzőnk és van aljegyzőnk, akkor mi a munkarend. Aztán a másik variáció, amikor jegyzőnk már nincs, de aljegyzőnk van, akkor mi a munkarend. És ez Tázlára milyen kötelezettségeket ró, és Tázláron akkor az aljegyző milyen módon lesz elérhető az egyik variációban, a másik variációban, illetve az ehhez kapcsolódó finanszírozás kérdése, és az, hogy ha van aljegyző és nincs jegyző, akkor egy kirendeltségvezető az még szóba jöhet-e, és milyen feltételekkel. Másnak van esetleg kérdése? Nekem olyan kérdésem, hogy tehát akkor egy-egy hivatalvezető plusz aljegyző, vagy csak aljegyző, illetve vagy hivatalvezetők? Nagyon egyszerű kérdések. Alapvetően a két település rövid visszatekintésben emlékezhet arra, hogy ugye mi is volt a hivatali rendszer a 2012-es közös önkormányzati hivatal létrehozása előtt. Itt volt egy nagyon tehetséges jegyző, Tallós Bálint, járási hivatalvezetőként dolgozik azóta. Búcsán pedig volt jegyző és aljegyző. Sok éven keresztül. A közös önkormányzati hivatal létrejött, ugye a törvénynek, illetve a törvényi módosításnak köszönhetően, szükségszerűen, és a két település abban a helyzetben találta magát, hogy egy hivatalvezetője van, egy jegyzője van. Egyébként, hogyha egy kicsit lehetek kitekintőbb, akkor mitől lesz falu egy falu? Különböző személyektől, akik pozíciókat töltenek be, illetve különböző intézményektől. Ugye a mi falu elképzelésünk itt az Alföldön, ahol kicsit távol vagyunk egymástól, és mondjuk 2-3 ezres települések, falvak vannak, 1500-1100-as lakosúak, mi azt mondjuk, hogy legyen egy településen iskola,
önkormányzati vagy polgármesteri hivatal, templom, posta, élelmiszerbolt, fodrász, stb. Stb. De ugye legyenek közintézmények. Orvos, fogorvos. Orvos, minimum. Ettől falu egy falu, infrastruktúrális szempontból. Meg természetesen házikók vannak benne, meg boldog emberek. Milyen személyeket képzelünk el egy faluban? A polgármester kiadhatatlan. Természetesen a képviselőtestület, a pap, az a házi orvosi személy, ugye az intézmény felsorolása után, és a jegyző. Nagyon fontos a jegyző. Ugyanis, mit csinál a jegyző, ahogy felsoroltuk? Ügyfélfogadás. Hangosan ugató kutya, komplex, nagyértékű pályázat, mondjuk az önkormányzat pályázata, ahol a projektmenedzsment feladatokkal fűszerezni kell a közbeszerzési eljárást. Miért fontos ez? Nagyon klasszikus példa, hogyha elszúrjuk a közbeszerzést, és az elszámolás szabályaival nem hangoljuk össze, akkor ugorhat a projekt. Milliós, 10 milliós, 100 milliós kár érheti a pályázót. Önkormányzatot, vállalkozót szintén. De nagyon fontos feladat. A falu jegyzője. Nálunk megéneklik a falu jegyzőjét. Az egyik nótakörünk. Szóval nagyon fontos, hogy legyen egy jegyző. Közös hivatal létrehozása után egy jegyzőnk lett. közel 2000 lakos. A településeink között vállalkozás szerkezetben van különbség. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon-nagyon sok vállalkozónk van. Aki nem vállalkozó, az meg egyéni vállalkozó, őstermelő, munka mellett. Egy időszakban olyan forgalmat bonyolítottunk le a kiskörösi építési hatóságon, mint környező városok, vagy meg is előztük őket. Jegyző, alapfokú építési hatóság. Ilyen feladata is van. A harmadik, nagyjából a harmadik világbeli ember kopogtat bócsán, belterületi ingatlant akar vásárolni. Jegyzői feladat. Nem működik ez a modell. Ez nem működik. És visszafelé nem akarok sárdobálni, de az elmúlt néhány év tapasztalata az, hogy súlyos hibákkal működött a közös önkormányzati hivatal. Ebbe a háttérbe szeretném beágyazni azt, hogy örömteli okok miatt jegyzőasszonyunk tartós távollétre készül. Mi történik akkor, hogyha ez bekövetkezik? Jegyző nélkül maradunk, nem lennénk egyedül egyébként a megyében, van több helyen, aki évek óta keres jegyzőt, van olyan település. Mi lesz, hogyha nem lesz jegyzőnk? Keresgélünk. Találunk alkalmasat, vagy alkalmatlant, felvesszük, látjuk, hogy esetleg lövése sincs, újra kérjük a pályázatot. Nem túl messze innen vannak ilyen települések. Ezért fel kell készülnünk. És én nem azt mondom, hogy jegyzőket halmozzunk, de én azt gondolom, hogy mindkét település versenyképessége, mindkét település azon képességének a megőrzése miatt, hogy hosszú távon tud foglalkoztatni egy olyan hivatali vezetőt, aki el tudja látni a feladatát, nem roskad össze a feladat alatt, aki hosszú távon olyan paramétereket kap, ahol tudja a munkáját végezni, és ide sorolom azt is, hogy 7:30-kor itt vagyunk egy testületi ülésen, és a két településnek két képviselőtestülete van, és bizony tartunk egy rendes testületi ülést havonta, meg egyet vagy kettő rendkívüli képviselőtestületi ülést. Én nem vagyok itt, nekem nem szokásom itt lenni, az elmúlt időszakban voltam itt, de jegyzőasszonynak mindkét helyen itt kell lennie. Nálunk van, hogy reggel van testületi ülés, van, hogy délután itt van, hogy este, meg szintén reggel. Tehát, hogy ne legyünk irreálisak, akkor,
amikor a legfontosabb személyről van szó egy közös önkormányzati hivatalban, a hivatalvezető személyről. És én az előbb említett munkakörülményeket, elvárásokat, paramétereket, amivel hosszú távon tudunk magunknak megőrizni hivatalvezetőket, én nem azt mondtam, hogy a kezünkön kell simogatnunk őket és megóvnunk a munkától, nem. Keményen kell dolgoznia egy települési edzőjének, ahogyan a polgármesterének, meg a testületének is. De ne legyünk irreálisak az elvárásainkkal. És az elmúlt években megtapasztaltuk azt, hogy bizony sok ügy elsikkadt, sok ügyfél, több vállalkozás, több komoly hivatalos eljárás elsikkadt, mert nem volt rá energia. És ezen a modellen módosítanunk kell. Rövid távon, meg középtávon. A tartós távolét után, tehát nekünk lehet, hogy néhány hónapon belül egy új hivatalvezetővel kell együtt dolgoznunk, és akkor a tartós távolétnek éppen megoldottuk a minimális törvényi működésünket. De én azt szeretném, hogy Bócsán minden nap találkozzon az ügyfél a jegyzővel. Én azt szeretném, hogy ha egy vállalkozónak problémája van, telephelyigazolása van, mert SOS akar venni teherautót, akkor azonnal megkapja. Én nem azt akarom, hogy 8 napon belül kapja meg, hanem 8 percen belül kapja meg, hiszen nekünk mi azért vagyunk, hogy minél jobban kiszolgáljuk a lakosságot, az ügyfeleket, a civil szervezeteket, a vállalkozókat, kiszolgáljuk saját magunkat és a törvényes működésünket, kiszolgáljuk az államigazgatást, a területi közigazgatást, és minden flottó menjen. Tehát nekünk nem, én Bócsán nem azt a modellt szeretném tovább folytatni, hogy tartalék energián vagyunk, és éppen a minimum szintet elérjük. Én egy kiváló hivatart akarok. És ebben azt gondolom, hogy Tázlár, aki szintén itt is választott tisztségviselők, képviselők vannak, polgármester van, ebben Tázlárnak is partnernek kell lennie. Kiadások. Tehát elnézést, de én nem vagyok több mindenben, sok mindenben nem vagyok szakember, de hogyha egy munkavállaló felvételével kapcsolatban gondolkozom, akkor az online kalkulátorban megnézem, hogy nagyjából mennyit kell keresnie nettóban, különben nem jön el dolgozni. Annak mi a bruttó része, illetve mik a járulékai. Tehát fel lehet tenni nekem a kérdést, akár provokatív minőséggel is, hogy mennyibe kerül ez. Hát nem kell nekem ilyen kérdéseket feltenni, hiszen Tázlár érdeke, hogy itt is legyen minden nap jegyző, ahogyan a Tallós Bálint itt dolgozott minden nap. Tehát én azt mondom, hogy visszadobom a labdát, és arra kérem a polgármester urat és a képviselőtestületet, hogy ezeknek a gondolatoknak a mentén, amik szerintem logikusak és jó érvek, vizsgáljuk meg, és tegyük prioritássá, és ezt már júniusban is elmondtam, hogy tegyük prioritássá azt, hogy legyen jegyző a hivatalban minden nap. Olyan jegyző, aki képes irányítani a hivatalt, olyan jegyző, aki képes az ügyfeleket eligazítani, az ügyeiket megoldani, a vállalkozások ügyes-bajos gondjait, a civil szervezetek problémáit megoldani, aki biztosítja a törvényes működést, aki olyan sok rétű szakember, mint aminek egy település jegyzőjének kell lenni. És ez, én nem akarok minimum szinten működni, én kiválóan akarok működni. És megmondom őszintén, hogy vagyok annyira önző is, hogy én arra is számítok, hogy a jegyzőm, mint régen, segíti a munkámat. A polgármester tehermentesíti. Ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hiszen, hogyha a jegyző minden nap ott van a hivatalban, az ügyfelek, a kollégáink kérdéseit, problémáit meg tudja oldani, és ezek nem csapódnak, ezeknek egy része nem csapódik a polgármesterre, akkor a polgármester el tudja végezni azokat a feladatait, amire most éppen nincs ideje. Például nekem. Úgyhogy én egy ilyen modellt szeretnék. A hozzájárulás mértéke attól függ természetesen, hogy
kit és mennyiért fogunk meg. Rövid távon írjuk ki az aljegyző pályázatot, mert tartós távollét várható. Tehát ne úgy érjen bennünket az apály, hogy előtte nem húztuk fel a fürdőnadrágunkat. Nagyon fontos. Középtávon pedig gondolkodjunk el arról, hogy mindkét helyen legyen hivatalvezető, tapasztalattal rendelkező jegyző. Köszönöm szépen, főleg a türelmet. Igen, azt kellett, köszönöm. Zsuzsi? Én azért azt gondolnám továbbra is, hogy Kázlár képviselőtestületének is az a elsődleges célja, hogy legyen jegyző. De nyilván mi a realitás talaján állunk, és látjuk, hogy nem úgy, mint bocsán, ahogy a polgármester elmondta, hogy ő minden nap kívánja a jegyzőt. Mi is minden nap kívánnánk, de nekünk kedden és csütörtökön adatik. Viszont mi is szeretnénk akkor, ugye, hogy régebben beszéltünk esetlegesen, ha lehetőség adódik, kirendeltségvezetőt. De a kirendeltségvezető elé helyezkedik nyilván az aljegyző státusza pont a kialakult helyzet miatt, de hogy a jegyzőasszony valószínű, ugye nem tudjuk, hogy meddig, de még utána, tehát valakinek helyettesíteni kell a jegyzőasszonyt. Viszont pont az előző két előterjesztések tárgyalásánál kitűnt, hogy nem időben fényre derülő pénzügyi nehézségeink vannak. Pont ezért lenne jó tudnunk, hogy mit jelent a közös önkormányzati hivatal költségvetésére, hogyha van ameddig egy jegyzőnk, lesz egy aljegyzőnk, akár lesz egy kirendeltségvezetőnk, és ugye azt is lehet, hogy jó lenne tudnunk, hogy mondjuk az aljegyzői státusszal mi lesz a jövőben. Tehát az én számomra is van több kérdés, ami továbbra sem azt mutatja, hogy nem értenénk azzal egyet, hogy szükség van az aljegyző pályázatának kiírására, de előtte nyilván szükséges lenne, hogy ezeket konkrétizáljuk, vagy legalábbis megfogalmazódjon előttünk, hogy lássuk mindannyian. Ha reagálhatok. Tehát én alapvetően ismét akkor azt kérem, hogy történjen fejtörés erről a részről is. Tehát ne legyek én az, aki eljövök és elmondom, hogy mi kellene, hogy kellene. A tisztelt képviselőtestület pedig ne legyen az, aki megkérdezi, hogy ez hogyan nem lehetséges. Vagy ennek milyen anyagi vonzatai vannak. Ez egy település életében a top 3 dolog között van. Nekem nincs jogosultságom megismerni, nem, van jogosultságom megismerni Tázlár község önkormányzatának a költségvetéseit, de ez nem az én dolgom. Tehát nem az én dolgom felfedezni, hogy hol van erre plusz 1,5 millió forint. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy a kialakult rend szerint 60%-át a közös hivatalvezetőnek 60% bérét Bózsa fizeti, 40%-ot Tázlár fizeti, akkor ez alapvetően nagyon könnyű kiszámolni, hogy mit jelentene az, vegyük ki az egyenletből a tartós távollétet, mit jelentene az, hogyha 2 hivatalvezetőnk lenne. De ez nem tőlem függ, hanem a bérmegállapodástól függ, amit a jelentkező, alkalmas jelentkezővel le tudunk folytatni. Ez lehet, hogy 1,5 millió forintot jelent évente, lehet, hogy 2 millió forintot jelent évente, de alapvetően én a közös együtt gondolkodást szeretném, hogy én nem kérdésekre akarok válaszolni, hogy ez miért lesz jó, vagy mi lesz jó, tehát ezeket közösen kell megoldanunk. Az biztos, hogy ha a távolról most közelítünk egy kicsit a helyzetünkre, tartós távollét, kell nekünk valaki, aki jegyzői tapasztalattal rendelkezik. Ugyanis, ha valaki nem rendelkezik jegyzői tapasztalattal, akkor nagyon komoly összegben merek fogadni rá, hogy a próbaidőnél, a próbaidő lejártánál ő fog felállni, és nem mi. Megint a realitások talaján, de spekulálnunk kell. Vegyünk valakit, akinek nincs ilyen jellegű tapasztalata. Adjuk a kezébe a hivatali telefonunkat,
Ebben a modellben, ami most működik, hétfőszerda, péntek déli bócsa, és kecsütörtök tázlár. És képzeljük el a közös munkát. Állandóan csörög a telefonja, arra felkészülhet, hogy mondjuk havi minimum 4 testületi ülést kell tartania, arra felkészülhet, hogy bármilyen ebben a nagy jegyzői feladatellátásban lévő halmazból bárki bármikor jöhet bármilyen ügyben. Államigazgatás, közigazgatás, polgármesterek, testületek, pályázatok, bármi. Tehát, hogyha ezt így elképzeljük, akkor mennyi idő alatt lép le az a jegyző jelöltünk? Nagyon gyorsan szerintem. Tehát valaki kellene a jegyző. Írjuk ki a pályázatot. Miért írjuk ki azonnal? Még azt is elmondom, hogy mindegy, hogy van-e rá pénzünk, vagy nem. Azért írjuk ki a pályázatot, hogy maximalizáljuk a lehetőségeinket. Hogy ne talán a tartós távollét bekövetkezte előtt, esetleg legyen hivatali átadási időszak. Lehet, hogy az első pályázatunk nem lesz sikeres. Lehet, hogy a második lesz csak sikeres. Legyen átfedés, átadás, munka, tehát munka átadás. De ezek olyan mértékben meg tudják béníteni a két önkormányzat, vagy a két település életét, hogyha tartósan nincsen alkalmas jegyzőnk, hogy mondanám, hogy el se tudjuk képzelni, de egyébként én el tudom képzelni. Azután, az én célom az, hogy két település, két jegyző. Ahogy elmondtam, nekem a falu képenbe egy saját jegyző beleélik. Szükséges most a jegyzőt, pályázatot kiírnunk, utána pedig az én általam elképzelt modell, mind a két hivatal részben dolgozik egy jegyző, és higgyél a képviselőtestület nekem, hogy ez a kiadás az, amin nem szabad spórolni. Köszönöm szépen! Köszönöm, itt a közös együtt gondolkodással én is egyetértek. Erre lettek volna megfelelő alkalmak szerintem a közös testületi ülések, és én a jövőben is ezt javaslom, hogy ha már elő van írva a megállapodásba, akkor ezt ütemezzük be, és az aljegyzőt is akkor már így tanítsuk be, hogy évente egyszer legalább egy közös testületi ülés keretében egy közös együtt gondolkodással egyrészt a jövőt tudjuk építeni, másrészt pedig a jövő hibáitól tudjuk megmenteni saját magunkat. Tehát itt konkrétan szerintem a kérdések arra vonatkoztak, hogyha van még jegyzőnk és van egy aljegyzőnk, akkor a jegyző bócsán van, mert akkor a gesztor település polgármester ragaszkodik, hogy ott legyen a jegyző, és az aljegyző pedig tázláron. Vagy az aljegyző időosztásban van tázláron is, meg bócsán is, vagy mind a kettő időosztásban is, akkor a finanszírozás is ennek megfelelően alakult. Tehát én úgy gondolom, hogy a képviselőtársaim arra gondolnak, hogy felelőtlenül nem szeretnénk semmilyen dolgot bevállalni. Azt értem, hogy ez a prioritás, nekünk is ez a prioritás, tehát ebben nincs semmilyen nézetkülönbség közöttünk. Mindössze a gyakorlati meg a múlt tapasztalatai azért tesznek bennünket ennyire óvatossá, mert ugye elméletileg a jegyző személyét is közösen az én egyetértési jogommal együtt választottuk ki, és utólag kellett mégis megbeszélnünk azt, hogy én amúgy is egyetértettem volna, hogyha meghívást kapok erre, vagy időbe tájékoztatást kapok erről, de ez a múlt, és én úgy gondolom, hogy ez megmagyarázza azt, hogy nem kell itt órákig másról beszélni, hanem röviden, tömören a lényegre koncentrálva megválaszolni azokat a kérdéseket, amik fölmerülnek bennünk, és akkor tudunk tovább menni, és tudunk szavazni arról, hogy hozzunk, illetve írjunk ki a jegyzői pályázatot, csak ugye előtte azt tisztázni kell, hogy milyen feltételekkel, meg milyen felállással. Tehát pusztán ezt szerettük volna, én úgy gondolom. Polgármester úr! Nem rettenek meg a döntések meghozásától és annak a terhétől. Visszatérve viszont, ugye a társulási megállapodásunk, ami nem törvény, hanem megállapodás, tartalmaz
tartalmaz bizonyos dolgokat, és ugye nem tartottuk be a közös testület üléseket. Ettől függetlenül kapunk állami támogatást, tehát a normatíváink és az elszámolásaink rendben vannak a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatban. Tehát a törvényi kötelezettségeinknek megfelelünk, ez a legfontosabb, különben több 10 millió forintot nem kapnánk esetleg a közös hivatal működtetésére. A megállapodás pedig az a kettőnk közötti megegyezés, elszámolás és a kettőnk közötti munkarend definiálás. Úgyhogy én annyira nem vagyok, nincs hiányérzetem a te polgármester úr által sokszor emlegetett közös testületi ülés elmaradások miatt. Azt is megjegyzem, hogy a társulási megállapodás, ugye, ezt már sokszor érintettük a mai napon, a közös önkormányzati hivatal eljárásrendje és a két település önkormányzatának a megállapodása. Most a társulási hivatal a közös önkormányzati hivatalról szól. A társulási megállapodás szerint minden évben a költségvetés közösen kellene elfogadnunk, ami egy formális rendezvény. Találkozunk, beszélgetünk, elfogadjuk a költségvetést. Ugye nagy viták nincsenek benne, mert állami normatíva, Tázlár, illetve Bócsa, nekünk nagyon sok normatíva elvonásunk van az iparőzésre adó erőképességünk miatt. De egy formális közös testületi ülés, ahol az intézmény vezetője a jegyző, ugye a jegyző olvasgatja a társulási megállapodásainkat. Esetleg, ugye a jegyző a törvényesség betartója a településen. Tehát vannak alapos polgármesterek, akik a végignyálazzák lehet, hogy hetente a társulási megállapodásaikat. A közös hivatalnál én nem vagyok ilyen. Visszatérve a gyermekjóléti szolgálatra, ugye volt egy törvényi módosítás, egy törvényi változás, hogy X lakosságszám alatt két településnek fuzionálnia kell, és a gesztor a nagyobb lakosságszámú, tehát Bócsa, el kell látni a gyermekjóléti szolgálatot. Mi történik ilyenkor? Mit csinál a jegyző? Olvasgatja a magyar közlönyt, értesül a kormányhivataltól, hogy van egy ilyen törvényi módosítás, rájön arra, hogy Tázlárral egyébként is tök logikus, létrehozzuk a gyermekjóléti szolgálat ellátását a két településen, Bócsa gesztorságával, ahogy a törvény szerint meg van írva. És mi a következő lépés? Írunk egy társulási megállapodást. És ezt nem a polgármester, a laikus polgármester, akit a nép megválaszt, hanem ezt a kötelezően jogi, államigazgatási diplomával rendelkező, a törvényességért felelős jegyző hívja fel a polgármesterek figyelmét, hogy társulási megállapodást kell írni a feladat ellátása érdekében. Itt van a felhívás a táncra a törvény formájában. És nálunk mi maradt el? Pont ez. Mi a következménye? Az, hogy a kormányhivatal ír egy állásfoglalást, hogy ezt Bócsa fizetheti. Ez nekünk idáig 2,5 millió forintba került a társulási megállapodás hiánya, hogyha Tázlár ragaszkodik, hogy nem a lakosságszám arányos hozzájárulási elv érvényesül, hanem az, hogy igazából Tázlár nem gesztor, nem kell fizetnie. Bócsa meg be kell, hogy nyelje azt a tényt, hogy 100-zal többen lakunk ott, meg egyébként is lehet, hogy több a pénzünk, fizessük mi a révészt. Mi miatt? Mert nincs társulási megállapodás. És megint spekulálnom kell, miért nincs társulási megállapodás? Miattam? Vagy miért nem volt közös testületi ülés a hivatalnál? Miattam? Egyébként sajnos miattam, mert ezeket a fiaskókat én néztem el túlságosan sokáig, megint egy spekuláció miatt, hogy ha változtatunk, akkor nem biztos, hogy találunk alkalmasabbat, illetve azért nem valósult meg eddig két jegyzős modell, mert amikor ezt felhoztam, akkor
a tázlári reakció az volt, hogy erre nincsen pénz. És legelőször a 2014-es önkormányzati választások után szerintem egy héttel vagy két héttel hoztam fel. Erre nincsen pénz, ez csak akkor valósulhat meg, hogyha Bócsa belenyúl abban a nagyon mély zsebébe, és lehet, hogy be kellett volna, mert csak a gyermekjóléti szolgálatos problémánkon keresztül, hát Bócsának nem a javára vált. És most megint itt vagyunk, hogy már lassan bebizonyítom, hogy kell két jegyző, nekem mindenképpen, és fizethetem. Ezt nem, tehát nem érzem Bócsa a település számára jó dolognak. Köszönöm szépen. Köszönjük. Én azért tartom elég értelmesnek a bócsai képviselőket is, hogy bevonjuk egy ilyen együtt gondolkodásba, de én azt mondom, hogy inkább szavazzunk erről az előterjesztésről, és a tázári képviselők ez alapján, az előterjesztés alapján tudnak egy elvi álláspontot kialakítani, hogy Tázárközség önkormányzat képviselőtestülete hozzájárulást adja, hogy a bócsai közös önkormányzati hivatalba 18 évben aljegyző kerüljön felvételre, akkor szavazzon igennel, ha nem, akkor megnyilvánvaló valami mással. Tehát aki ezt a határozati javaslatot tudja támogatni, azt kérem kézemeléssel jelezze. Igen? Itt a pályázat kiírásáról kellene dönteni. Hát itt a pályázat kiírásáról. Tehát nem az, hogy hogy fölmegyik. És egyben akkor szerintem ez majd társulni fog az SMS-nek a felújítása, igaz, jegyzőasszony? Amiben már az aljegyző be lesz építve, és akkor ott már a következő testületi ülésen akkor elénk kerülhet, hogy milyen kötelezettségeket ró az egyes önkormányzatokra, és mi lesz a hivatali rendje, meg egyéb ügyfélfogadási rendje, igaz? Feltétlenül le kell az új eszemhez beszabályozni. Tehát akkor most egy elvi állásfoglalást hozunk a pályát kiírásra, és megkérjük majd a jegyzőasszonyt, hogy készítse elő az SMS-ben ezt a dolgot. Aki ezt támogatja, kérem kézemeléssel jelezze. Négy igen szavazattal egyhangulat támogattuk. Köszönöm szépen. Akkor megköszönjük Bócsa polgármesterének a részvételét itt a testületülésen, de hogyha van időd, akkor természetesen marasztalunk. Ha nincs, akkor pedig akkor fölmentünk, és mi tovább lendülünk itt a napi rendi pontokban. Az ötödik napi rendi pont helyett. Szeretnénk elköszönni, illetve azt jelezni, hogy megint a költségvetésünkben kell turkálnunk azért, hogy az előző döntés az stimmeljen. Nem tudunk úgy elvi döntést hozni arról, hogy kiírunk egy pályázatot, hogy nincs a költségvetés mögé rendezve, tehát a kiadás. Egyébként, hogyha nincs kiadás, tehát a munkavállaló felvételével járó bértömeg kifizetésének az oldala nincs rendezve, akkor viccből írunk ki egy aljegyzői pályázatot. Tehát én javaslom az előkészítést a költségvetési oldal áttekintésére a tázári önkormányzat részéről és a következő testületülésen. Ezt jó, megkapjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok. Köszönjük. Tehát a következő napi rendi pont az ötödik napi rendi pont. Ez a top 3.1.1 kötőjel 16 kötőjel BK 1 kötőjel 2017 kötőjel 00020 azonosító számú hivatásforgalmi kerékpárút építés Tázlár belterülete és Felsőtelep között című pályát kapcsán a biztonsági audit lefolytatására beérkezett árajánlatokról kellene döntenünk. Képviselőtársaim megkapták ezt az előterjesztést. Ebben az előterjesztésben szerepel három árajánlat, konkrétan Pécskő az egyes, ő 609.600 forint összeggel vállalja ezt a munkát, a második az InfraSite mérnöki szolgáltató
ők 679 ezer forint összeggel vállalnák, a harmadik pedig a Diamond Lex tanácsadó BT, ők pedig 771.800 forintért vállalnák. Ugye a képviselő testület a gazdaságossági okokra tekintettel, elsősorban arra tekintettel, általában a legolcsóbbat szokta vállalni. Itt átadnám a szót képviselőtársaimnak, hogyha valaki ezzel kapcsolatosan szeretne szólni. Nagy Ajtai Mihály. Csak egy kérdésem, hogy ez kötelező végigjárni, tehát nem lehet, mert ugye múltkor már szembesültünk azzal, hogy kevés sajnos a pályázat kivitelezésére a pénzünk. Igen. És akkor ezeket kötelező végigjárni. Igen. Igen. Köszönöm. Jó, ha nincs több kérdés, akkor a határozati javaslat szerinti, vagy az előterjesztés szerint a Pécskő KP tervező és kivitelező BT 609.600 forintos összeggel adott árajánlatát javaslom elfogadásra. Aki ezt támogatja, kérem kézemeléssel jelezze. 4 igen szavazattal egy hanggal támogattuk. Köszönöm. A következő napirendi pontunk a Tázlári Mini Bölcsöde alapító okirat elfogadása. Ezzel kapcsolatosan ugye megkaptuk az anyagot, és ez ahhoz szükséges, hogy a mini bölcsödénket bejegyezzék. Ezzel kapcsolatosan nem tudom, hogy van-e képviselőtársaimnak kérdése, jegyzőasszonynak esetleg kiegészítése. Nincs, akkor aki az előterjesztés szerinti, hát röviden ugye a Tázlár Dobó István utca 7 szám alatt építjük a bölcsödénket, és az irányítása és felügyelete az pedig az önkormányzathoz tartozik, és itt meg vannak nevezve, hogy milyen kormányzati funkciószám alatti tevékenységeket vettünk föl. Tehát aki ezzel a előterjesztés szerinti tartalommal támogatja a mini bölcsőde alapító okiratának az elfogadását, az kézemeléssel jelezze. 4 igen szavazattal egy hanggal elfogadtuk. A következő napirendi pont a Tázlári mini bölcsőde belső szabályzatainak elfogadása és szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése. Tehát ez is szükséges ahhoz, hogy előterjesszük a bejegyzéshez. Ezzel kapcsolatosan ugye van egy szakmai program, van egy szervezeti és működési szabályzat, és van egy felhatalmazás, amiben a polgármestert felhatalmazza a jognyilatkozatok aláírására a testület. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdése valakinek? Ha nincs, akkor aki ezt is támogatja, kézemeléssel jelezze. 4 igen szavazattal egy hangulat, ezt is elfogadtuk. Következő napirendi pont, a 8. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 2017 évi kiegészítő támogatásának, valamint 2018 évi támogatásának a nem is egész pontosan a megtárgyalása, mert ugye ez már beadott pályázat és elnyert pályázat, illetve a 2017 évi keretet azt úgy kapta az önkormányzat. Erről annyit kell tudni, hogy ugye ennek a összege az 457.200 forint, és ehhez önerőt 70.332 forintot kellett vállalni a 2017 évihez. A 2018 évi szociális tüzelőanyag támogatásra pedig 2.9.775 forintot nyertünk, ehhez pedig 309.194 forint önerőt kellett tenni, és erről már hozott a testület határozatot, most pedig
azt kell elfogadnunk, hogy erre november 5-től nyújthatóak be a kérelmek. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? Nincs kérdés, akkor aki támogatja ezt, hogy ez a dátum legyen a kérelmek benyújtására, az kézemeléssel jelezze. 4 igen szavazattal egyhangulag ezt is megszavaztuk, meg ugye ehhez kapcsolódóan engem meghatalmaz a testület a szükséges nyilatkozatok megtételére. Következő napirendi pont a 9-es támogatás biztosítása a 2018 évi koraszülöttek jótékonysági bál megtartásához. Ezzel kapcsolatosan érkezett hozzánk egy kérelem, melyben Müllerné Gregus Edina nyújtott be kérelmet, és leírta, hogy milyen célból, jótékonysági célból szeretne egy bálat rendezni, hasonlóan a véradó bálhoz az is jótékony célú volt, és ő is kéri a terem díjmentes használatának lehetőségét, székek, asztalok és konyhai terület eszközök térítésmentes használatát és pénzbeli támogatást. Itt az előterjesztésben mi hasonlóan a véradó bálhoz készítettük elő a határozati javaslatokat, tehát a térítésmentes ingyenes használatot a terem, valamint a berendezés vonatkozásában, illetve hasonlóan véradó bálhoz itt is 20 000 forint a javaslat az előterjesztésben, és a fölhatalmazás a polgármester részére, a szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatokra. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? Nagy Ajtő Mihály. Van egy kérdésem, ugye látjuk itt az a problémákat, hogy pénzügyi problémák is előjönnek, akár tetszik, akár nem, hogy most nem pont ez, mert nem ez ellen akarok, de meg kell gondolni ezeket a támogatásokat, hogy mikor mennyit és hányféle támogatást adunk pénzben itt. Én azt gondolom, nagy segítség, nagy támogatás az, hogyha a terem használatot adjuk. Ugye ott jelentkezik a fűtés is, ugye természetesen az is belejár a terem használattal, illetve az eszköz használatot. Tehát most nem ez ellen, de én úgy gondolom, hogy meg kell gondolnunk az ilyen irányú költekezéseket, hogy milyen támogatásokat is mennyit adunk. Jó, tehát akkor ez már egy módosító javaslat erre is, vagy ez majd a jövőre vonatkozóan? Képviselőtársaimnak a gondolatára bízom, hogy most cselekedjünk, vagy esetleg ezt még támogatjuk és a következőbe. Jó, tehát hogyha ez módosító javaslat, akkor ezt fogom először megszavaztatni. Ha nem módosító javaslat, hanem a jövőre nézve iránymutatás. Jó, iránymutatás. Jó, akkor viszont az eredeti javaslat szerint teszem fel először szavazásra. Tehát aki az előterjesztés szerinti tartalommal az ingyenes teremhasználat és a 20 000 forintot még vállaljuk be, így gondolja, akkor kérem kézemeléssel jelezze. 4 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk, és akkor így a kamerán keresztül üzenjük a jövőbeni kérelmezőknek is, hogy számítsanak arra, hogy össze fogjuk húzni a nadrág szíjat. Tehát ez sorsozza. Igen. Pénzre önkormányzatnak is nagy szüksége van. Igen, köszönöm. A következő a Tázár 016/15-ös helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút átminősítésével kapcsolatos eljárás elfogadása. Itt én felkérném a jegyzőasszonyt, hogy röviden foglalja össze, hogy konkrétan miről van szó. Több tázári helyi lakos kérelmet nyújtott be Tázlár község polgármesterének címezve, hogy polgármester úr által előbbiekben jelzett kivett közút művelési ágban található ingatlan jogi sorsa rendeződni látszódjon, ugyanis ez több mint 20 éves problémának minősíthető. Ehhez az átminősítési eljáráshoz egy hosszadalmas jogi eljárást kell lefolytatni, amit a határozati javaslat tartalmaz, és egyébként a határozati javaslat mellékleteként több térképet a képviselők megkaptak, amin pontosan beazonosítható az előterjesztésben szereplő út ingatlan. Elsőként szükséges itt az ingatlan jogi sorsának rendezése kapcsán
a kivett közútművelési ágban lévő ingatlan átminősítése a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal útügyi osztályánál, útügyi hatóságnál, illetve ez a jogi folyamat első lépcsője. A második, hogy az átminősítést követően szükséges ezt a vagyonelemet átminősíteni, ehhez is ugye kell a képviselőtestület jóváhagyása, döntése, hiszen ez most jelenleg az önkormányzati vagyonbesorolás alapján forgalomképtelen törzsvagyoni besorolásban szerepel, viszont ez szükséges majd ebből a körből kivenni és forgalomképes vagyonná átminősíteni. Harmadik lépésként ebben a folyamatban szükséges egy telekalakítási eljárás lefolytatása, hiszen ahogy az előterjesztésben is szerepel, több helyi kérelmező ingatlanához ez a megszüntetett útszakasz úgymond beolvasztásra kerül, ehhez szükséges a telekalakítási eljárás lefolytatása, illetve a művelési ág változása, ezt a kiskörösi nyárási hivatal földhivatali osztályán kell majd lefolytatni, és a folyamat következő lépcsőfokaként, úgymond lezárásaként kerülhet sor az érintett ingatlan tulajdonjogának átruházására a kérelmezők részére adásvétel útján. Fontos kiemelni, hogy egyébként a tázlári helyi lakosokat képviselő földmérő úrral történt többszöri egyeztetés kapcsán megállapításra került, hogy ennek a folyamatnak, folyamat minden lépcsőfokának elég komoly költségvonzata van, viszont a helyi lakosoknak ez már egy ilyen közös érdekük, ezt a több mint 20 éves problémát rendezni, és erről is szól a határozati javaslat, hogy minden nemű költséget ők magukra vállalnak. Úgyhogy ezekhez a lépcsőfokokhoz kell most igazából a képviselőtestület hozzájárulása, illetve egy felhatalmazás polgármester úr részére, hogy az átminősítés minden szakaszában kellő felhatalmazással rendelkezzem. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan képviselőtársaimnak van-e kérdése? Nagyon témiány. Csak a tisztánlátás véget, ugye a régi földes útnak a nyomvonala. Igen, tehát itt a Kiskunhalas felé vezető útról van szó, ami nem ott épült meg, ahol régen a földes út volt, és a egyes tulajdonosok az előző vezetéstől megkapták használatba ezt a földdarabot, és most szeretnék rendezni ennek a földhivatali bejegyzését is. És akkor tehát ezeknek a költséget akkor egyelőre az önkormányzatnak kell kifizetni, ugye? Telek? Nem. A tázári lakosok, ugye itt többen vannak, akik előterjesztés első mondatában szerepelnek. Igen, ők ezt teljes mértékben magukra vállalták. Tehát az átminősítés költsége, ami Kecskeméti kormány, vagy a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal Kecskeméti járási hivatalánál útügyi osztályon lesz, annak is első körben van egy komoly költsége. Aztán, ami költségmentes, ez igazából a forgalomképes vagyonná való átminősítésünk. A telekalakításnak megint csak van egy komoly költsége, hiszen ahhoz földmérő kimérése szükséges, illetve majd a tulajdonjog bejegyzése az ingatlan nyilvántartásba, illetve ugye, hogyha az adásvételre sor kerül a folyamat legvégén, akkor annak megint csak van egy külön költsége, hiszen az adásvételi szerződés elkészítéséhez a földhivatal ügyvédi ellenjegyzést kíván, tehát annak van ügyvédi költsége, és egyébként az alapján majd a tulajdonjog bejegyzése szintén külön költséget generál a helyi lakosoknak, de ezt egyébként sikerült így leegyeztetni az őket képviselő földmérő úrral, és minden költséget magukra vállaltak, tehát az önkormányzatot e tekintetben költség így nem terheli. Jó, köszönöm szépen, csak a tisztánlátásért. Köszönöm szépen. Szívesen. Van-e még kérdés ezzel kapcsolatosan? Akkor aki támogatja a határozati javaslatot az előterjesztés szerint, mind a 6 pontban, akkor azt kérem kézemeléssel jelezze. 4 igen szavattal egyhangulag elfogadtuk. És így lehetővé tettük ennek az ügynek a rendezését 20 év után. Következő napirendi pont az egyebek napirendi pont. Nekem itt örömhíreim vannak, ugyanis megérkezett Tázlár 11. újszülöttje, Hakpold Levente. Ő
10. hónap 1-én született, édesanyja Janák Viola, édesapja Hakpold Péter, ők a Tázáron a második kerület 93 szám alatt laknak. Megszületett Tázáron a 12. baba is, őt Szél István Szabolcsnak hívják, ő 10. hónap 25-én született, édesanyja Vajai Márta, édesapja Szél István, ők a Béke utca 5 szám alatt laknak. És megérkezett Tázár 13. újszülöttje, őt Vas Hannának hívják, ő is 10. hónap 25-én született, édesanyja neve Mészáros Zsuzsanna, édesapja Vas Tibor, ők pedig Tázáron a Kecskeméti utca 52 szám alatt laknak. Mindenhol gratulálunk a családnak, és jó egészséget és kitartást kívánunk a gyermeknevelés örömeihez. Egyebeknél szeretném elmondani, hogy levélben kerestük meg a 3 év alatti gyermekek szüleit, hogy jelezzenek vissza, amennyiben szeretnék igényelni gyermekük számára a bölcsődei elhelyezést, ellátást, mivel van egy kedvező pályázat bölcsőde bővítésre, igaz, hogy ez még meg sem épült, de már bővítésre is van lehetőség, vagy lenne, és ez azért lenne fontos, mert hogyha van kellő számú igény, a bővítést meg lehet indokolni, akkor a képviselőtestület tud dönteni a pályázat kihasználásáról. Ennek hiányában viszont nem. És itt 3 millió forintot adnának férőhelyenként, amit hogyha kiszámolunk 6 gyermek elhelyezése esetén, az már 18 millió forint, amiből szépen be tudnánk fejezni a bölcsödét. Fel szeretném hívni a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanuk előtt lehulló leveleket gyűjtsék össze, és ha lesz hó, azt is takarítsák le az ingatlan előtti járdáról. Még bízom benne, hogy időben szólok, mindenki föl tud készülni erre. És még két rendezvényre hívnám fel a figyelmet. Az egyik a most hétvégén vasárnap megrendezendő idősek napja, amire bízom benne, hogy minden érintett megkapta a meghívót. Őket a művelődési házban látjuk vendégül a szokásainknak megfelelően, illetve november 10-én pedig egy Kiskuntor néven kerül egy rendezvény megrendezésre itt a focipályára, oda is szeretettel hívjuk a község lakosait. Nem tudom, hogy az egyebek napirendi pontnál másnak van-e olyan, amit hozott. Nagyajtai Mihály. Nekem van egy javaslatom, már korábban többször is mondtam, kértem, hogy az előző problémából, amiből szinte már majdnem lehet mondani, hogy vita alakul ki, hogy az iskolával egyeztessünk, és azt is próbáljuk egy közös mederbe terelni, nehogy egy következő lépésbe, vagy következő alkalomkor az esetben derüljön ki, hogy súlyos milliókkal tartozunk, és akkor esetleg nem is tudjuk miből kifizetni, mert el tudom képzelni a nagy valószínűségét, hogy több 10 millióról van szó, akkor képtelenek leszünk kifizetni. És én többször mondtam már, hogy tegyünk pontot a végére. Én azt gondolom, hogy azóta a gyerek létszám is emelkedett, amikor ez a megállapodás úgymond készült, tehát érdemes lenne átgondolni az egészet, egy új megállapodást kötni, illetve mérlegelni, hogy egyáltalán mekkora támogatás, illetve kiegészítésre van szükség az iskolának. Én ezt nagyon szigorúan merném javasolni, vagy szeretném javasolni, hogy ezt lépjük meg mentően előbb. Köszönöm szépen. Köszönöm, az igazgatóval beszéltem, és amit megbeszéltünk, annak megfelelően tudjuk tartani a szóbeli megállapodásunkat. Úgyhogy ez megtörtént. Ez szóba, polgármester úr, de azt azért ez a szó ugye, nagyon jó közmondás, hogy a szó elszáll, az írás megmaradt, hát én azt gondolom, hogy akkor lenne pont megnyugtató válasz pont a végére, hogyha ez le lenne írva, és akkor ott megkapjuk, vagy esetleg látjuk az írást, hogy ők mit kérnek, mit követelnek, illetve mi is mihez kell, hogy tartsuk magunkat. Köszönöm. Most nem kételkedni akarok a szóbeli megállapodásba, csak konkrétan szeretnék erre, hogy konkrét lépések történjenek. Köszönöm szépen. Más az egyébek napi rendi ponthoz? Nincs, akkor én köszönöm szépen mindenkinek a türelmet, a kitartást és az aktív
jelenlétet. Mindenkinek szép estét kívánok!